A terrorizmus dicsőítésének gyanújával őrizetbe vették a Dieudonné művész nevű humoristát Franciaországban. A férfit korábban többször is elítélték antiszemitizmus miatt. Dieudonné a párizsi terrortámadás után azt írta ki Facebook oldalára, hogy Je me sens Charlie Koulibaly, vagyis Charlie Koulibaly-nak érzem magam, utalva a kóserbolti túszejtés elkövetőjére. A bejegyzése és egy szombati fellépése óriási felháborodást váltott ki Franciaországban. Hatalmas sértésnek tartom, hogy szombat este, miközben az egész ország gyászolt, ő a fellépésen rengeteg ember előtt a gyűlöletről beszélt, fogalmazott Manuel Valls francia miniszterelnök. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül itt a nemzetgyűlésben, tette hozzá a kormányfő. Dieudonné ellen eljárást indítanak a hatóságok. A terrorcselekményre való buzdítás vagy annak dicsőítések 2012 óta büntetendő Franciaországban. A párizsi parlament azt követően fogadta el a törvényt, hogy egy algériai származású férfi 7 embert ölt meg Toulouse-ban.